16. század elején a török hódítás fenyegetése elérte a magyar királyságot, és 1526-ban a királyi sereg Mohácsnál sikertelenül kísérelte meg feltartóztatni az elsőprő erejű török hadjáratot. A katasztrofális vereséget súlyosbította, hogy a 20 éves második Jagelló Lajos király is életét vesztette, és örököst maga után nem hagyott a magyar politika megosztottá vált, és rövid időn belül mindkét lehetséges királyjelölt elérte, hogy a Magyarországgyűlés törvényes uralkodóvá válassza, és az esztergomi érsek a Szent Koronával ünnepies keretek között megkoronázza. Ténylegesen Magyarország északnyugati részét, első Habsburg Ferdinánd, Erdét és bizonyos keleti vármegyéket első Szapolyai János birtokolta. Ezt a megosztottságot a kialakulás után még átmenetnek tekintették, és többször kísérletet tettek a két ország rész de 1541-től buda-török kézre kerülése után Erdély egyre önállóbb állammá formálódott. 1570-ben a Habsburgok és Szapolyai János fia János Zsigmond választott magyar király között létrejött az a Speyeri Egyezmény, amelyben Szapolyai lemondott a magyar koronáról és a trónról, cserébe viszont a Habsburgok elismerték, hogy ő és utódai Erdélyben és a hozzácsatlakozó csatlakozó részeken, amit latinul parciumnak neveztek, fejedelmi hatalommal rendelkezik. Jogi értelemben ekkor született meg az erdélyi fejedelemség a történelmi Erdénél jóval nagyobb területen. Ez az új állam a keresztény Európa és az oszmán birodalom határán jött létre, amely keleten és délen a török fennhatóság alatt lévő Moldvával és Havasalfölddel, nyugaton a törökök által elfoglalt magyarországi területekkel a hódoltsággal, északnyugaton a magyar királysággal, északon pedig Lengyelországgal volt határos. A szultán védnökséget vállalt a fejedelemség fölött, cserébe tízezer aranyforint forint adót és együttműködést követelt. A törökök alapvető érdeke a királyi Magyarország megosztottságának fenntartása volt, mert ez akadályozta az ország önvédelmi képességének a megerősödését. A logikusnak tűnő keresztény haszbugokkal való együttműködést legtöbbször az vetette vissza, hogy a Bécsi udvar elkötelezettsége és igyekezete török uralom alatt lévő magyar területek visszaszerzésére korán sem volt meggyőző, sőt erős volt az a korabeli nézet, hogy a helyzetet kihasználva a Habsburgok inkább a Magyarország fölötti abszolút uralom kiterjesztésén fáradoznak. Az erdei fejdelemség tehát egy ütköző zónában jött létre, ahol ellentétes érdekek találkoztak, ezért a fennmaradása érdekében az új országnak az önvédelemre és az alkalmazkodásra is készen kellett állnia. Az erdélyi fejedelemség külpolitikája emiatt folyton változott, a kortások szemében megbízhatatlannak tetszett, ezért már ekkor a találó tündéres jelzővel illették. Az erdélyi fejedelemség vezetőjét a nagybirtokos bárói családok tagjai közül az országgyűlés választotta, de a szultán jóváhagyását nem lehetett elkerülni. Ha az erdélyi országgyűlés erre mégsem volt tekintettel, az gyakran belső visszájkodást és a politikai ellenfelek közötti belháborút eredményezett az országgyűlés a régi tartományi gyűlésből fejlődött ki, jellemzője, hogy egy kamarás volt, és a vármegyék, a székely és száz székek küldötteiből, valamint a fejedelmi tanács tagjaiból, továbbá a fejedelem által kinevezett főtisztviselőkből állt. Tanácskozásukat általában évente két alkalommal a fejedelem hívta össze, akinek a rendekkel szemben a családi birtokok nagysága és a fejedelemséget irányító bizalmi emberek kinevezése miatt nagy hatalma volt. Az uralkodó székhelye Gyulafehérvár volt. Itt ülésezett az állandó fejedelmi tanács, amely minden kül- és belpolitikai ügyet megtárgyalt, véleményezett, és a legfelsőbb szintű bíráskodás feladatait is ellátta. A tanács által előkészített fejedelmi döntések végrehajtásáról a kancellária gondoskodott, ami írásba foglalta az intézkedéseket, és továbbította azokat az illetékesekhez. A gazdasági ügyeket a kincstartó intézte, de kiemelt jelentősége miatt a fejedelem rendszerint közvetlenül felügyelte és irányította ezt a területet. A fejedelemség állandó bevételeit az uralkodóvá választott személy családi birtokainak és a kincstár birtokainak a jövedelme, a bányászati monopóliumok, a határvámok, valamint a románok és a székelyek állatadója jelentette. Ezek összege a becslések szerint évente 100-200 ezer forint lehetett az oszmán birodalomba, minden év októberéig kellett a 10, majd 15 ezer aranyforintnyi adóösszegét eljuttatni, amit további kiadásként terhelt a szultánnak szánt illő ajándékok költsége és a török méltóságok megvesztegetési pénze is. A háborús fenyegetés miatt állandó hadsereg fenntartására és a várak karbantartására fejlesztésére is szükség volt, ami a kincstári bevételek fennmaradó részét teljesen felemésztette. A pénzhiány miatt a kincstartóság gyakran kényszerült különadó kivetésére, sőt előfordult, hogy a pénzrontás eszközét is alkalmazta. A fejedelemség jelentős bevételi forrásának számított a kihalt családok birtokainak a megszerzése, vagy a hűtlenség esett családok vagyonának elkobzása, valamint a reformáció terjedésével az egyházi vagyon szekularizálása is. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segíted a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!